Pápán található az ország legnagyobb minikönyvanyaga, hiszen nemrégiben a Jókai Mór városi könyvtár megvásárolta Tari József gyűjtő kollekcióját. Az intézmény egyik termében kialakítottak a közel 6000 darabos gyűjteménynek egy kiállító helyet, ahol megtekinthetők az érdekes miniatűr méretű kiadványok. A tárlat megnyitóján jelen volt Tari József is, aki örül, hogy jó helyre került több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye. A minikönyvek tára a számítógépes teremben kapott helyet. Méretre szabott szekrényekben, polcokon látható a gazdag anyag, melyet még Elbe István, az országos Széchenyi könyvtár főtanácsosa is ámulva nézett. Több olyan darabra is bukkant, mely nincs meg a fővárosi könyvtárban. Engem lenyűgözött, megmondom őszintén, mert így együtt vitrínbe kiállítva még ennyi minikönyvet nem láttam. Az országos Széchenyi könyvtárban náluk szekrénybe, fiókos szekrényekbe őrzik, és hát az nem ilyen látványos. Ugyan nekünk is van egy minikönyv kiállításunk, szintén egy hagyatékból kaptuk, de ott csak azokat a darabokat állítottuk ki, amelyek triplumok voltak, tehát a harmad példányok, hogy ne kelljen az olvasóknak a vitrínből kiszedni. Ezért az egy jóval kisebb méretű gyűjtemény, amit itt látok, az a mennyiség is lenyűgöző, de a szépsége is. Az ünnepélyes megnyitón dr. Herman István igazgató elmondta, igazán szerencsésnek érzi magát. A könyvtár igazgatóságom alatt két könyvtár megnyitására kerülhet egy sor. Az egyik az a könyv, a másik jobban születtem. Az egyik az a könyvtár, amelyben jelenleg vagyunk egy költözés után, és megújulva, megszeretve, azt hiszem ma már mindenki megbarátkozott ezzel a könyvtárral, ami itt van. A másik pedig egy mini könyvtár, mini könyvek, mini tára, egy terembe, polcokon, töménytelen mennyiségbe, egy gyűjtői szenvedélyből adódólag összehozva, és a szerencse folytán a Jókai Mór városi könyvtár kapta meg ezt a hatalmas állományt, és hát a kollégáim az elmúlt fél évben rengeteget dolgoztak vele, mert ugye a könyveket fel kellett dolgozni, bár ehhez az alapot Tari Józsefnek a Excelben lévő táblázata szolgáltatta, de azért a címleírásokat, egyebeket magyaroknál, indiaiaknál, japánoknál, kínaiaknál valamilyen formában meg kellett oldani. Tari József gyűjteménye 5592 kisméretű könyvet számlált. Ehhez jött a Jókai Mór városi könyvtár 243 darabos kollekciója. A könyvtár kiadói tevékenységének része volt az, hogy időről időre minikönyvekkel jelentkezzen. Tehát itt Pápán talán az általánál többen találkozhattak ezzel a fajta dokumentummal, de azzal, hogy ilyen történelmi pillanatban vagyunk a tanulja, amikor a legnagyobb, és akkor mondjuk ki, nekünk ez jól esik, hogy legnagyobb magyarországi gyűjtemény itt van Pápán, akkor itt az alkalom arra, hogy akár a helyi sajtó közreműködésével, a könyvtár tájékoztató munkájának köszönhetően többet meg tudjunk ezekről a kiadványokról. A könyvtáraknak alkalmazkodniuk kell a megváltozott igényekhez. Ez a gyűjtemény is egy kitörési pont lehet, mondta a polgármester. Én azt gondolom, hogy mindennek különös jelentősége van, ami a könyvtár hívja fel a figyelmet, és a könyvtár egy kicsit értelmezhetőbbé, fogyaszthatóbbá, trendibbé, népszerűbbé teszi a mai világban. Akár fenntartó önkormányzatok, akár a könyvtárat működtető ott dolgozó könyvtárosok is szerintem gyakran felteszik a kérdést, hogy hogyan tovább, mi a kitörés, hogyan tudunk eljutni, visszajutni az emberekhez, hogyan lehet ezekből az emberekből, pápai polgárokból könyvet olvasó embereket, vagy könyvtár hozzáférhető dokumentumokat, egyáltalán a könyvtárat használó olvasókat újra találni. És lehet, hogy ez apróságnak tűnik, de én azt gondolom, hogy mert az, most ugye 10 centi maximum, de mégiscsak önmagán túlmutat azért, hiszen alkalmat teremt arra, hogy a helyi közbeszédbe megjelenjen. A kisméretű könyveket három kategóriába sorolják. A 76 és 100 mm közöttiek a törpe könyvek. A 30 és 76 mm közöttieket minikönyvnek nevezzük, a 30 mm-nél kisebbek pedig a mikrokönyvek. A pápai könyvtár kiállításában a minikönyvből van a legtöbb. Valahogy a könyv nyomtatás óta, vagy szerintem el lehet mondani még előtte is, a könyvet mindig is végigkísérte a praktikum és az esztétikum. Tehát akkor volt jóleső érzés kézbe venni egy könyvet,
hogyha nem csak a gyakorlati értéke, tehát a tartalma, hanem jó volt kézbe fogni és lapozni. Most ez a minikönyv esetében ez hatványozottan igaz, tehát itt a praktikum és az esztetikumnak egy kiváló egyensúlya működik. Na most természetesen, ahogy kisebbedik a könyv, tehát a mikrokönyv, az már inkább tolódik az esztetikum irányába, tehát azt már inkább csak nézni lehet, nagyon olvasgatni nem, vagy csak nagyítóval. A minikönyvtár nem csupán egy kiállítás, hanem használható anyag. Terveznek hozzá foglalkozásokat, bemutatókat is. Én szeretném, hogyha ez a mini könyvtár idővel, előbb-utóbb valódi látogatott könyvtár lenne, mint kuriózum. Természetesen ugye sajnos mindenkinek nem tudjuk kézbe adni, mert pici és gyorsan eltűnhet, vagy bármi történhet vele, de tudományos feldolgozásra, kutatásra nyugodtan lehet használni. A gyűjtemény nem csak tematikájában változatos, az idegen nyelvek szerelmeseinek is érdemes lesz válogatni a mini könyvek közt. 72-ben kezdtem el gyűjteni, és 5700 darab van körülbelül, és ennek a több mint a fele magyar, hát a 3-4 ezer körül van a magyar, és a többi az idegen nyelvű. Nagyon sok orosz, német, angol nyelvű van, de vannak például indiaiak, van kanadai, mexikói, perui, és mindenféle van benne. Mondta Tari József, aki örömmel szemlélte a szépen kiállított anyagot. Mint mondta, a gyűjtő szenvedélyt nem lehet hátrahagyni, így ő továbbra is kutatja a kisméretű ritkaságokat. Igaz, ezentúl a pápai könyvtár számára. Mostani látogatásának köszönhetően is 80 újabb mini könyvvel gazdagodott a kiállítás. Az előző hétvége gazdag volt kulturális rendezvényekben. Szombaton például két koncertet is adott városunkban Szent Martin. Eladott lemezei alapján a szaxofonis Pán Síp művész hazánk első számú hangszeres előadója. A református templomban is meggyőződhetett erről közönsége, régi dalok és új kedvencek is szerepeltek a repertoárban. Szent Martin Hódmezővásárhelyen született, már kisfiúként is elvarázsolta a zene. Azért különös a választás és ez az életút, mert az enyém, mert egy 6 éves vagy 5 éves kisgyerek, aki hallgatja a fúvós zenét, akár mondjuk egy katonazenekartól, térzene, vonulózene, vagy egy városi zenekartól, szinte nem életszerű. Legalábbis, ahogy én életem során ezeket a különböző szakaszaimban követtem, soha senki erre nem fókuszált. Én viszont igen, és a szüleim is csodálkoztak ezen, hogy egy 6 éves gyerek miért akar térzenén ott ücsörögni, átcsorogni, hallgatni és lüktetni. Nekem ez akkor a fényt jelentette. Nem véletlen mondjuk az a, akkor még nem útkeresés, inkább azt mondom, hogy egy pici találat, mert hogy a tanárok ilyenkor eljönnek az óvodába, és a gyermekeket ugye nagyjából meghallgatják, felmérik, hogy ki az, aki hova mehetne tovább tanulni, és a zenészek, ugye tehát a zenetanárok voltak azok, akik nekünk mutattak. Én szerettem is volna kérni a szüleimet, de megkaptam, tovább léptem,
Volt egy kis móka az elején, mert hogy azt mondtam, hogy ilyen nagy nyakba akasztós trombitán szeretnék tanulni, mondtam a zeneiskola igazgatójának. Mókásan elidőztünk ott egy pár percig, és mondták, hogy hát még ebbe a hangszerbe beleférsz egyelőre, úgyhogy jobb, hogyha valami kisebbet választasz. Szóval akkor is ott ugye egy részhúvos hangszerrel, az ember egy trombitával, egy pozzánnal, bármivel elkezdeni az életét, akkor még szinte lehetetlen volt. Egy-két év furulja, tehát egy ilyen kis légzőgyakorlatos helyzet megtalál, és aztán lehet tovább folytatni. Bár a pályaorientáció nem volt mindig egyértelmű, a zene igen. Megtaláltam, és gyakorlatilag meg is magyaráztam magamnak, hogy mi volt az első rátalálás és lelki ráhatása a zenének rám, és ez a 60 és a 120-as tempó. A szívdobbanás, az a rezgés, és most is beleborzongok. Tovább vitt, és gyakorlatilag megtaláltam egy olyan hangulatot, ami 18 éves koromig kísért. Ez volt ugye a trombita, mint mondtam, nem lehetett a tuba az elején, de ha már a trombitát választottam, akkor azt is vittem végig. Szerettem annyira, hogy tovább is folytattam volna vele a zenei pályámat, az életemet. De úgy hozta a sors, hogy 12 emberből kettőt vettek föl. És nem, a kettőben én nem estem bele. Egyiker pár volt, aki tovább tanulhatott zenei pályán. Én meg Blinkre megjelöltem egy vendéglátóipari sulit, ahol gyakorlatilag leérettségizhettem. De ha már leérettségiztem, és szerettem is annyira azt a szakmát a zenei pálya mellett, akkor mondtam, hogy hát gyerünk, akkor tanuljunk azon tovább, mondjuk. Jelentkeztem ugye a vendéglátóipari főiskolára, oda meg nem vettek föl, viszont a zeneművészetire fölvettek. És ez már a zeneművészeti főiskola volt. Muzsikált a Névtelen nullában, az első emeletben és a Prognózisban is. A zenekari pálya egy Dixieland banddel indult. 14 évesen alakítottam meg az első zenekaromat, a Boszorkány Csepp Dixieland Band, rövid néven ugye, nevezető kis csoportot. Szenzációs volt, sulikban játszottunk, szerettek bennünket tanárok, diákok, de ugyanakkor nagyon, a tanárokra visszatérve nagyon-nagyon szigorúak voltak velem mindenféleképpen. Ha nem csak a zenét kell ötösre tudni, akkor tessék az élővilágot, saját élelmiszer is, mert stb. És ugye egyből tükröt tartottak, mint hogyha többet is követeltek volna tőlünk. Szent Martin játszik trombitán, basszusgitáron, dobon, zongorán, szaxofonon és pánsípon is. Felkértek egy zenekari kiegészítő szerepre, és mondtam, hogy gyerekek, hát én nem tudok basszus gitározni. Hát gitáron játszottam, azt mondják, hogy elvitték a basszus gitárosunkat katonának, és nem fogunk tudni menni a ki mit tudra. Segíts bennünk, ne csinálj. Mondom, én még ilyen, most nekem kell megtanulni, és 3 hét alatt meg kell tanulnom 2 számot, a treff együttes, és megtanultam basszus gitára. Tovább jutottunk a következő körre, mondom, gyerekek, innentől kezdve keresetek valaki más, de nekem annyira megtetszett a basszusgitár, hogy én ezt tovább is tanultam. Sőt, kötelező volt, hogy a zongorát, a billentyűs hangszert felvételi alkalmával, ugye a Tömörkényi gimnáziumon mentünk, és, vagy mentünk volna, és kötelező volt azt is tanulgatni. Ezek azt jelentették számomra, hogy el tudom jobban helyezni magam a zenében. Nem kell a szomszédba menni azért, vagy egy másik kollégámhoz, hogy azt mondjam neki, hogy kérlek szépen írjál már nekem néhány dalt a következő lemezre. Megírom a dalokat, meghangszerelem gyakorlatilag 80-90%-ig, és föl is játszom, de ha azt szeretném, hogy hát
legyen ez színesebb, ne csak az egész az én szűrőmön menjen keresztül, akkor nyilván azt teszem, hogy meg is kérem a kollégáimat, és akkor följátszák. De volt olyan lemez, amikor 99%-át én játszottam. Tehát ezért jó az, hogyha van egy kicsi kitekintése az embernek a különböző, nem csak műfajuk, hanem hangszerek felé is, mert akkor tudja, hogy hol helyezi el magát a zenében, és ilyenkor jön rá, hogy nagyon sokszor a szünet is zene. Évente jelennek meg albumai, a hazai instrumentális élet első számú előadója, kiemelkedő zenei pályafutása, valamint széles körű kreatív és jótékonysági tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovag Keresztje kitüntetésben részesült. Bekerültem ugye első lemezzel mondjuk a vezető előadók közé, és akkor mondták, hogy figyelj, a legnehezebb bekerülni. Neked megvan, hátradőlhetsz. Hát mondom, hátradőlni csak Istennek ér, úgyhogy ma hagyjuk ezt a hátradőlést. Mondom, örülök, hogy benne vagyok. Jön a következő lemez. Nagyon sok teendő volt azzal, hogy eljussunk a 25 ezer példányszámig, de érdekes módon külföldön kaptuk. Ha visszanézem, akkor tényleg azt mondom, hogy jó helyen voltam jókor, és akkor áldás volt rajta. Mondhatom így. De akkor az ember, mikor benne van, nem érzi, mert nagyon sok a ráhatás, és tenni kell érte, mellette, stb. Jön a második lemez. Figyelj, az első nagyon nehéz, de a második még nehezebb. Mondom, ez hogy jönne? Bennmaradni. És akkor mindig volt valami a következő lépés. Még egy. És tényleg az van, hogy egyszerűen teszi az ember szívvel, lélekkel a dolgát. Szereti, hogyha elfogadják, szereti a zsűri, ha elfogadja, ki a zsűri, nekem a közönség a zsűri, de szakmai berkeken belül is. Ha már azzal például hoznak, hogy te azt a szandot, azt játszátok, amit a Szent Martin fújt. Ez nekem is jó, mert minden zenész azon mesterkedik, azon dolgozik, hogy megismerjék egy rádió adás alkalmával. Meghallják azt a soundot, meghallják a szaxofonját, ez esetben a Szent Martin szaxofonját, akkor tudni fogják egyből, nem azt mondják, hogy bárki más, hanem ő az. És ezt elértem, akkor megint ez egy jó pont számomra, jó érzés, megint egy elismerés. Nem ezért dolgozik, a mindennapok elégedettsége dolgozik az ember, dolgozom. Az, hogy amikor lefekszem, akkor azt mondom, hogy megtettem mindent, remélem, hogy ugye, amit belefektettem munka, az meghozza a gyümölcsét. Kérdezik sokan tőlem, hogy te szoktál gyakorolni? Hát mondom, minimum egy óra, de kettő. Ne hülyék, hogy ilyenkor is kell? Hát mondom, ilyenkor kell igazán? Ha egy napot nem gyakorolsz, akkor magad már hallod a különbséget. Ha két napot nem gyakorolsz, akkor a kollégák. Ha hármat, akkor már közönség is. Tehát maga a technikát is gyakorolni kell, a szájizomzat, a dal, tehát hogy minden helyén legyen. És ez egy állandó készültség. Thank you.
tegnapi koncertjén jól ismert és újabb dalok is felcsendültek. Közvetlen személyisége és zenei virtuozitása ezúttal is elvarázsolta a közönséget. Lehet egy teltházas előadás, ami volt nálam 100 000 fő Portugáliában, de volt 10 000, illetve volt most például ma 50-60-70-en, mondjuk az első adásom. Hát ezt hozta a sors, mi ezzel élünk, de én vallom, hogy mindenkor úgy kell megnyilvánulni a színpadon, mint hogy a teltház lenne. És a közönség ez hozta is ezt a hangulatot maximálisan. Én mondtam nekik, hogy örülök, hogy ilyen jól érezték magukat, mert több visszatapsolt, és mondtam, hogy de önök tudják, hogy én milyen jól éreztem magam, mondom, hogy örülök, hogyha önök ezt érezték. De aztán a végén sokan emléklapért odajöttek, beszélgettünk néhány szót, mindenki maszkban, tényleg figyelmesen ugye követték ezeket a szabályokat. Így kell játszanunk most, és kés. Volt egy úr, aranyos, mondom, ne haragudj, hogy mindenki tegye fel a maszkot, és fölvett egy ilyen piros kentőt, mondom, teljesen jó, azt mondja, rock and roll. Na, mondom, az jó, mondom, keresek valami rock and roll-os dalocskát már. Játszottunk oda-vissza, és a közönség egy jó hangulatba csöppent. Én köszönöm, hogy így álltak hozzá a szervezők, a lelkész úr is, Márkos úr, aki láttam az első pillanatra, hogy egy nyitott, kedves személyiség, és mondta, hogy hát itt van, tessék, rendezzétek be kedvetekre, és nyilván mi pedig tisztelettel minden szabályt betartunk, úgyhogy aztán jó hangulatban és kellő hangosítással vártuk a közönséget. A Magyarország 365 elnevezésű fotópályázat nem titkolt célja, hogy bemutassa hazánk természet és épített örökségét, vagy éppen életképeken az embereket. A zsűri tagjai fontosnak tartják, hogy minél több pályázó induljon, ezért mennek el több településre is, hogy találkozva a fotósokkal tanácsokat adjanak nekik, beszélgessenek velük. A zsűri elnöke Kaiser Otto pápai származású, itt indult fotós pályája, és fontosnak tartja a mai pápai fotósok felkarolását. Azért kezdtem itt a szakmát, mert nem vettek fel a külkereskedelmi főiskolára, és gondoltam, hogy közben valami szakma után nézek, és akkor a pápán ez egy nagyon-nagyon divatos szakma volt, a fényképész szakma. Több ismert legendás figura tanította a diákokat, mármint hogy a fényképész tanulókat, és csodák csodájára fölvettek oda engem egy évre. Gondoltam, addig tanulok még 2 idegen nyelvet, és aztán majd jelentkezem a következő évben a főiskolába, és semmi nem lett, hogy úgy beleszerettem a fényképezésbe, hogy megmaradt egész életemben. Nagyon-nagyon sok szeretettel emlékszem a Babos Jancsira, a Vég Józsgára, aki hát sajnos abba hagyta a fényképezést, mert most aranyműves, ha jól tudom, és hát a nagy legenda, a Nagi. Igen, ez fantasztikus csapat volt, nagyon-nagyon szerettem őket. Én most is azt mondom, hogy igazából ezt a szakmát úgy lehet tanulni, hogy mester és tanítvány. Ez az a típusú szakma. Tehát beülni egy előadóterembe és 120-150 embernek előadni azt, hogy kell fotoriportot csinálni, az egy óriási tévedés. Az úgy nem megy. Tehát én nagyon sokat kaptam tőlük, egész életembe végigkísértenek. 2019-ben 21 000 képet bírált el a zsűri nem kis munkával.
Az összefoglaló könyvbe 365 kép került, köztük több pápai pályázóé is. 21 ezer képnek, ha jó az a 21 ezer kép, akkor nagyon kell örülni, mert tulajdonképpen minden egyes kategóriában, amit meghirdettünk, nagyon örömteli, jókedvű és büszke képek jöttek be. Ugye mi úgy hirdettük meg, hogy az úgynevezett amatőrök is, amik ma már nem léteznek, telefonnal is tudjanak képet készíteni, tehát 5 megabájtól 20 megabájtig fogadtunk el képet, és ez gyakorlatilag egy olyan bázisanyaga most az országnak, amely szerintem évtizedek óta nincsen. Nagyon szeretnénk folytatni. Igazából most már én azt szeretném elérni ezzel a pályázattal, hogy ez ne egy egyszerű pályázat legyen, hanem épüljön föl ebből egy olyan típusú szakmai műhely, egy olyan közösség, amelyik, hát ugye 5000 fős közösség, az nem túl intim, de azért tudjuk egymástól tartani a kapcsolatot végülis a digitális világban. Ez minden évben megismétlődne ez a pályázat, minden évben lenne belőle egy könyv, minden évben lenne belőle több kiállítás, és igazából az egyik legfőbb törekvésem az, hogy ne csak a díjazottakat népszerűsítsük, hanem a díjazottak környékén lévő 200-300 képet is. Ezért a 365-ös szám az egy ilyen jelkép lett nekünk, és a könyv, amelyet kinyomtunk idén, egy úgynevezett referencialbum, az is 365 képet tartalmaz, és az online kiállításunk is. Az idei leadási határidő október 18-a, ezért szerveznek beszélgetéseket fotósokkal, hogy minél nagyobb legyen a pályázók létszáma. Az ilyen találkozók hozzátartoznak most már, hála Istennek, a munkánkhoz. Igazából ez egy konzultációs sorozat, ez is annak az alapnak a kiépítése talán, amely később majd megtérül. Most járjuk az országot, hol többen, hol kevesebben kíváncsiak arra, amit mondani szeretnénk. Szeretnénk segíteni a pályázóknak. Rutin, technikai és egyéb kérdésekben szeretnénk segíteni. 11 pápai pályázótól került be kép a könyvbe, ami nagyon szép, én erre nagyon büszke voltam, bár hozzá kellett lennem, hogy én azt a szerkesztés közben nem tudtam, mert ott ugye nincs nevek, sem a zsűrizés közben, sem a szerkesztés közben nincsenek nevek, az csak a legvégén derül ki. És nagyon-nagyon örültem, hogy ilyen szépen teljesítettek a pápai fotográfusok. A beszélgetésen felmerült egy fotós klub létrehozásának az ötlete is, melynek helyszíne lehetne az Esterházy kastély, de nagy szükség van a pápai fotósok önszerveződésére. A térzene program múlt heti fellépője a Forbonsz Quartet volt. A 2003-ban alakult formáció Zene Akadémiát végzett tagjai igazi elkötelezettjei elegáns és különleges hangszerüknek. A Harsona Quartet, mint formáció hazánkban, sőt világszerte is igazi kuriózumnak számít. Pápán immár másodszor hallhatta őket a közönség, a Filharmónia Magyarország országos programja keretében érkeztek városunkba. A zenei sorozatot a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont koordinálja. Magyar Péter, Gáspár Olivér, Angyal János és Gyetvai Péter a Zeneakadémia elvégzését követően alapította meg az együttest, melyet a közös zenélés öröme hívott életre. 2003 óta megfordultak már a világ számos országában. A Harsona igazi elkötelezettjei Európa szerte, és gyakran zenélnek Ázsiában is. Most idén egy kicsit kevésbé mozog a csapat, illetve hát országon belül egyébként, ami azért nem egy olyan rossz dolog, mert az utóbbi években kezdtünk újra játszani
ismételten az országban, mert elég sokat járunk Németországba, illetve Európa számos országában. Úgyhogy tulajdonképpen minden helyzetnek megvan a pozitívuma. Ennek most, ami szemszögünkben lesz, hogy nagyon sok helyen volt szerencsénk így is megfordulni, például a térzene sorozat kapcsán, ami a Filharmónia Magyarország szervezésében zajlik. A Forbonz Quartet már másodszor muzsikált Pápán az országos program keretében. Tavasszal a Millenniumi Emlékparkban adtak koncertet, most pedig az Esterházy kastély előtt léptek fel. Ahova menjünk, mindig szeretettel fogadnak minket, és ennek mi nagyon örülünk, úgyhogy ezért mi is nagyon nyitott szívvel megyünk, és hát bízunk benne, hogy ez most így is lesz a továbbiakban, és aztán persze nyilván nem azt mondom, tehát hogy minden majd helyre fog állni, de egyébként ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és például, hogyha miben más mondjuk a tavaszihoz képest az őszi, hogy nagyon sok ilyen térzene koncert volt, ami szerintem egy új perspektívát mutatott, vagy illetve nyitott az emberek felé, hiszen nagyon sok olyan formáció, meg különlegesebb hangszerek kerültek így az emberekhez, sokkal testközelebbi állapotban, amit egyébként nem biztos, hogy ilyen közvetlen közelről meg tudnak tapasztalni. Úgyhogy szerintem ez egy mindenképpen egy érdekes dolog, és remélhetőleg, hogy ez így menni is fog, vagy folytatódni is fog tovább, mert akkor az embereknek már ez így a tudatában lesz, hogy vannak ilyenek is, és akkor egyre inkább jönnek, érdeklődnek. Egyébként nem, mintha nem lett volna így, mert nagyon változóan, de mindig van érdeklődő közönség. A kellemes idő és az igényes, virtuóz muzsika sokakat odacsalt az Esterházy kastély elé. Én azt gondolom, hogy minden egy ilyen összetett dolog, mert hogyha az ember minden évben mondjuk csinálja azt, hogy akkor megyek ilyen fesztivál, olyan fesztivál, egy kicsit az is egy mókuskerék, és szerintem ez nagyon jó, hogy mindenki kimozdul, és a közönség is egy ilyen extrém, mert helyszínen találkozik csapatokkal, előadókkal, különböző együttesekkel. Így szerintem mindenféleképpen van egy ilyen plusz ebbe, oda-vissza. Tehát, hogy a közönségnek is, plusz az előadóknak. A kuriózumnak számító Harsona Quartetnek, ha kevesebb is a szokásosnál, azért volt fellépése a nyár folyamán. Koncerteztünk többnyire szabadtéri eseményeken a nyár folyamán, például a Klassza Parton sorozatban vettünk részt, illetve voltak különböző balatoni meghívások, amik szintén szabadtéri helyszínen rendeztek meg. Úgyhogy szerencsére azért volt mozgás, és tudtunk koncertezni. Hát most megint egy picit egy ilyen megnyugósabb időszak következik, de fogunk ettől függetlenül dolgozni, mert rengeteg terv van az együttesnek. Úgyhogy most már készülünk azért nagy elánnal a jövő évre, mert akármilyen helyzet van, de az élet nem áll meg, úgyhogy kell folytatni, megcsinálni. Készülünk egy ilyen kisebb lemeznek, ilyen LP-nek a kiadására, hogy több programja van a csapatnak, és az egy ilyen modernebb hangvétel, melynek a zenei szerzője az együttes első harsonás Magyar Péter. Volt nyár közepén az A38, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumnak egy közös pályázata, amin szintén fel tudtunk lépni, ez egy zárt kapus esemény volt, és ott ez a műsor már részletében hallható volt, úgyhogy most ezen dolgozunk,
nagy erőkkel, hogy ez az lemez formájában megjelenjen. Meg hát több új programot rakunk össze, amire most majd a téli, őszi-téli időszak lehetőséget nyújt, hogy tudjunk próbálni, és akkor remélhetőleg ugye ez majd bemutatásra is fog tudni kerülni a következő évben. Térzene program következő pápai vendége a Jazz Formers lesz. Október 17-én 17 órakor az Eszterházi kastély előtt lépnek fel. Az amerikai Apollo programmal egy időben az 1960-as években zajlott a Szovjetunió titkos hold programja. Sikertelensége miatt a Szovjetunió sohasem ismerte be, hogy megpróbált volna embert küldeni a holdra. Mára azonban a tény ismerté vált. A rendelkezésre álló információkat felhasználva a Bakonyi Csillagászati Egyesület vezetője a program technikai és történelmi hátteréről beszélt a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Ivanics Ferenc első alkalommal most pápán tartott előadást a sikertelenség okairól a nagy közönség számára. Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak. Ők bocsátották földkörüli pályára az első műholdat, Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, és Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elveszítette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. Igazság szerint a szovjet szakemberek, akárcsak a nyugati kollégáik, már a 40-es, 50-es években, sőt, mióta a rakétatudomány a 30-as években, tehát az 1930-as években úgymond jobban szárba szökkent, mind nyugaton, mind keleten, azóta bizony gondolkodtak, sőt, álmodoztak a holdutazásról. Aztán az 50-es években elkezdték papírra fektetni tervek formájában egy esetleges holdmissziónak az elképzeléseit, és bizony 1961 volt a fordulópont, ugyanis George Fitzgerald Kennedy, az USA akkori elnöke jelentette be, hogy az évtized vége előtt embert fognak juttatni a holdra, és őt lényegében egyben egészségesen vissza is hozzák onnan. No már most, itt most földobták a labdát a szovjeteknek is, viszont a szovjetek annyira el voltak telve a saját sikereiktől, hogy 3-4 évig nem is igazán foglalkoztak vele, hogy nekiálljanak fejleszteni. A szovjetek kezdeti előnyét mutatta az űrszondás felderítések sikere. Ők leginkább a hold űrszondás felderítéséről kaptak információkat, ebben nagyon sikeresek voltak a szovjetek. Az első hold túloldaláról készült felvételt is egy szovjet űrszonda készített. Az első sikeres, sima leszállás is szovjet űrszondához köthető, és hogyha elolvassuk a 60-as évek elején magyar nyelven vagy külföldi forrásban megjelent szakirodalmakat, azt szűrhetjük le róla, hogy a legtöbb elemző, mint nyugaton, mint keleten úgy gondolta, hogy az USA bizony csak másodjára fogja elérni a holdat. Tehát annyira megtévesztett mindenkit a szovjeteknek ez a kezdeti lendülete és sikeressége, hogy bizony megvoltak róla győződve, hogy itt az amerikaiak nagyon labdába se rúghatnak. A technológiájuk megvolt hozzá, hogy véghez vigyenek egy emberes holdrepülést, azonban az emberi háttér, pontosabban hát lényegében egy amolyan trónokharca alakult ki, vagy mint barátok közt esetében egy olyan szituáció alakult ki a szovjet holdprogramban, ugyanis egymást marták a különböző vezető szakemberek. És sokszor versenyt űztek abból, hogy tudnak egymásnak alá pakolni, és bizony ezekből az intrikákból a végén bizony nem született semmi jó, pontosan az nem született meg, amiért harcoltak, maga az emberes holdra szállás, és csak fikció maradt. Azonban érdekes, hogy amúgy a 70-es évek második feléig gondolkodtak azon, hogy mégis embert küldjenek a holdra, és a politikai pálfordulások eredményeképpen nem született meg végül az első szovjet emberes leszállás a holdra, mivel nem lett volna már propaganda jelentősége. Az USA a GDP 5%-át fordította a programra, a Szovjetunió ennek csak töredékét.
A technikai háttér a tudás az adott volt, inkább az emberi döntések lehetetlenítették el a megvalósulást. Ez a vicc az egészben, hogy maga a program sikeres lehetett volna, ha időben nekiállnak, ha komolyan veszik, ha elég anyagi forrás csoportosítanak át rá, és legalább annyira szívügyüknek tekintik, mint az amerikaiak. És talán pont ez volt a másik sarkalatos pontja a programjuknak, míg az amerikai a Colt programja úgymond közösségi program volt, minden amerikai szívügyének tekintette, addig a szovjet Colt programról csak egy szűk vezetői réteg tudott. Igazság szerint nem is igazán lelkesedtek a politikai döntéshozók ezért a programért, illetve másik probléma volt, hogy a szovjet űrkutatás félig a katonai kezekben volt, és bizony a katonasság nem igazán látta annak értelmét, hogy a Holdra küldjenek kozmonautákat, sokkal inkább szerettek volna nukleáris fegyverekkel ellátott csapásmérő műholdakat, vagy űrállomásokat, illetve kémberendezéseket juttatni földkörüli pályára, mint sem a Holdra menni, és bizony ez is rengeteg belső feszültséget okozott. Tehát a probléma, hogy miért nem jutottak el a szovjetek a Holdra, nagyon-nagyon széles spektrumra tekint vissza. Bár emberes Holdra szállási kísérlete nem volt a Szovjetuniónak, azért ők is indítottak Holdrakétát. A szovjetek holdrakétája 1969 és 1972 között négyszer is elstartolt. Csak sajnos minden négyszer fölrobbant. Vagy az indítóállás, vagy az indítóálláson, vagy másfél-két perccel a start után. Tehát sajnos a szovjetek N1-es jelű rakétája sikertelen volt ilyen szempontból, de ha még adtak volna neki 5-6 évet, hogy behozza a lemaradást, akkor valószínűleg 1975 és 78 között bizony az oroszoknak is sikerült volna megcsinálni a saját holdra szállásukat. A Szovjetunióban ezeket az információkat sokáig államtitokként kezelték. A világ csak 1985 után ismerhette meg a témához kapcsolódó néha meghökkentő részleteket, hangzott el az előadáson. Földi István atya lett a pápai Szent Benedek plébánia plébánosa augusztus 1-től. Szijjártó László kerületi esperes plébános feladatait vette át. Földi Istvánt több mint 2 évtizedes balatonparti szolgálat után helyezte át a veszprémi főegyház megye érseke városunkba. Az atya összetartó közösséget örökölt a Tókertben, szeretné, ha a szeretet vezérelni a továbbiakban is a plébánia híveit. Földi István Budapesten született, bár szülei messziről kerültek a fővárosba. Édesapja székelyember volt, édesanyja Somogyból származott. A családban fontos volt a hitélet. Földi István a kispesti Nagyboldogasszony plébánián volt első áldozó és bérmálkozó. Nagy hatással volt rá az ott működő ifjúsági csoport. Azzal a csapattal ott nőttünk fel együtt, tulajdonképpen olyan 15-16 fiatal. Persze jöttek hozzánk csoporthoz, lemaradtak, de az a kis magaz megmaradt, és hát ott éltük meg ezt a nagy ifjúsági mozgolódást, ugye az első gitáros szentmisék, aztán különböző találkozók, ifjúsági találkozó, Nagymaros, aztán a különböző lelkiségi megújulási mozgalmak, ugye a karizmatikus mozgalom, a életigés mozgalom, aztán sorolhatnám tovább, és hát egy nagyon izgalmas időszak volt ez, mert ugye akkoriban még nem nagyon szerették, hogyha plébánián kívül összejönnek a fiatalok. Ez még ugye az Árkosban volt, tehát volt nekem is olyan, hogy kamaszként megéltem, hogy hazáig kísért a rendőrautó, annan, ahol találkoztunk, és hát ennek volt egy izgalma. De nagyon szép volt, kicsit olyan katakomba kereszténység volt, és hát ott Kispesten voltak olyan káplánatyák, fiatalok, akik szerettek a fiatalokkal foglalkozni, így közösséget teremtve, és hát ugye ők nem sokáig voltak ott, mert hogyha jobban maguk köré szedték a fiatalokat, mint a helyi kisztitkár, akkor lent találták magukat az Alföldön plébánosként. Tehát így nagyon sok fiatal papot megismertem én is, és hát az ő életük és hogy mondjam, az ő hitük és lelkesedésük az bennem is elindított egy közeledést. Így akár a papi hivatáshoz is minisztráltam kisgyermekként is, tulajdonképpen ott nőttem fel az oltár tövében. Az atya Esztergomban végezte hittudományi tanulmányait, ahol fontos találkozásokat élt meg.
Egyrészt Kalkuttai Teréz anya, most már Szent Teréz, belém karolt Budapesten a Szent István Bazilika lépcsőjén, és lekísértem, és egy életre szóló élmény volt, amikor beszállt az autóban, így angolul én nem nagyon tudtam vele kommunikálni, de kinyúlta a kis csontos kezével, és megszorította a kezemet, és a szemem közé nézett, és ez a tekintet, ez elkísér egész életemen át, mert éreztem, és tudtam, hogy mit mond. És utána volt egy nagyon szép élményem szintén, a Szent Pápával, II. János Pápával is találkoztam egy nemzetközi kispap találkozón még papnövendékkoromban, Castel Gandolfóban, és a magyar kispapok közül én voltam az, aki áldozhatott nála reggeli szentmisén, a szobám falán meg is van a kép. Úgyhogy ezek mind-mind formálják az embernek a hivatása, a papi hivatást is. Pappá szentelése után az első szolgálati helye Veszprémben volt, a Regina Mundi plébánián. Ott egy nagy ifjúsági élettel találkoztam, hiszen az előző plébános a pápai Lajos atya volt, aki később győri megyéspüspök lett, nem is olyan később, hiszen akkor került elő Győrbe megyéspüspöknek, és a volt szeminármi tanárom Esztergomban lett a plébánosom ott a plébánián, és hát rengeteg fiatal. Ugye az egyetem, akkor indult ez a laikus teológus képzés is Veszprémben, és szinte minden este volt valamilyen ifjúsági csoport, ahol engem is azért, hogy mondjam, késztettek arra, hogy én is utána nézzek dolgoknak, én is menjek velük. Viták voltak, beszélgetések voltak, tehát minden este volt valamilyen ilyen egyetemista ifjúsági csoport, stb. Tehát nekem egy élmény volt városi gyerekként ugye ebbe bele csöppenni. Aztán onnan bekerültem a Veszprémi Papnevelő Intézetbe, ott voltam fegyelmi és tanulmányi előjáró másfél év, két évig a kispapok között. Ez egy másik kihívás volt fiatal papként ugye bekerülni oda. Nem volt könnyű, de adott a Jóisten erőt hozzá. Ezt követően Csabrendeken volt 3 évig plébános, onnan került Badacsony Tomajra és Kővágó Őrsre, 21 évig szolgáltott. Bejártam Tapolcára a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolába, ott lelkiigazgatóként voltam jelen, és hát végül is onnan udvardi érsek atya kérésére jöttem augusztus 1-jével ide pápára, Szent Benedek plébániára. Előző plébános atya nagyon jó barátom, Szijjártó Laci atya, úgyhogy és tényleg egy szeretettel készítette elő is itt a dolgokat az átadásra, úgyhogy így utólag is köszönet neki azért, hogy tényleg ilyen szépen és rendben adta át itt a plébániát. Plusz még megkaptam itt is a kerületi esperességnek a feladatát, úgyhogy érsek atya kérésére ezt elvállaltam. Nem volt könnyű, mert azért 21 esztendőt után mozdulni, először úgy éreztem magam, ezt mondtam is az érsek atyának, mint a próféta berkenye bokor tövébe, hogy hát uram, miért? És utána éreztem egy reggeli imádság közben ott a lelkem mélyén a hangot, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, és akkor azt mondtam, hogy hát én szeretem a Jóistent, hiszen ezért indultam ebben az úton, és hát itt is akkor javamra válik végül is minden. Korábban az atya egyszer már járt pápán, édesanyja testvérét, Bognár Imre atyát látogatták meg a Szent Anna plébánián. Földi István atya kezdi már kiismerni magát a városban. Mint mondta, szeretne jó, szeretetteljes kapcsolatot kialakítani a hívekkel és a városban élőkkel. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont Baba Színházi bérletének egy előadása maradt el az előző évadban, az Aranyszamár Báb Színház Pihi Puhi című bemutatója. A legkisebbeknek szóló játékos foglalkozást most pótolták a Huszár Közösségi Házban a járványügyi előírások betartása mellett.
A színház művészei az előadásban a világ kerek puha oldalát mutatták meg párnák segítségével. Az Aranyszamár Báb Színház színészei hangok, effektek, zene és puha térelemek segítségével mutatták be a gyerekeket körülvevő világot. Az Aranyszamár Színház egy immáron több mint 20 éve működő utazó báb színház, budapesti székhellyel bírunk, és így az évek során eljutottunk egészen odáig, hogy nagyjából évi 180-200 előadást játszhatunk a nagy közönségnek. Ugye most ide egy babaszínházi előadást hoztunk, tehát játszunk egészen a legkisebbeknek, de természetesen vannak olyan előadásaink, amik az óvodás és kisiskolás korosztályt célozzák meg, illetve most a legújabb produkciónk egy olyan érzékenyítő koncertszínházi előadás, amit egy vak zenekarral hoztunk létre közösen, és ez egészen a felnőtt korosztályig szól mindenkinek. Az Aranyszamár Báb Színház baba előadásainak ihletője Maria Montessori pedagógiája, aki vallotta, hogy a gyerekeket szabadságra, önállóságra, önművelődésre kell nevelni, úgy, hogy megmaradjon a felfedezés öröme. A fejlődés feltételeit persze biztosítani kell, de az önálló tanulás, tapasztalatszerzés a cél. A pihi-puhi esetében a különböző érzékszervekre fókuszálva történt mindez. Megpróbáltunk olyan díszletelemeket megalkotni és kitalálni, ami egészen a piciknek a kis finom motorikáján is érzéket vagy különböző hatásokat tud kiváltani, és ugye különböző szivacsanyagokra dolgoztunk rá olyan technikákat, amik mind más és más hatást keltenek az ő kicsi ujjaikban. A Baba Színház néhány éves kezdeményezése a IMSK-nak, a szülők nagy örömmel fogadták. Mi egész picikora óta jártunk Baba Színházba. Most már ez az utolsó, mert most már kinő belőle. Miért döntöttek a baba színház mellett, vagy miért jó ez? Én mindenképpen akartam színházba járatni. Hát a mesék világa miatt szereti a meséket is, úgyhogy mindenképpen színházba járóvá szeretném nevelni. Mondta Babják Adél anyukája kislányáról, és a siker felől nincs kétség. A kis Adél hamar belefeledkezett az előadásba és a játékba. Ez a kanyargó tetszett a legjobban. Ugyanis a Baba Színház fontos eleme a játék. Az előadás után a gyerekek mindig kipróbálhatják a díszletet, így részesei lesznek a színészek által bemutatott világnak. Van egy 15-20 perces történet. Ez a Baba Színházak esetében nem biztos, hogy egy kerek egész történet, inkább jelenetekre, benyomásokra épülő képek sorozata, és ezt a 20 perces játékot követi egy olyan esemény, amikor hozunk különböző dolgokat, amiket ők is szintén kipróbálhatnak, egyelőre még a helyükön csücsülve, most jelen esetben hoztunk kis párnácskákat, amiket kinyithatnak, és különböző izgalmak várják a párnákon belül őket. Azután pedig következik egy közös játék. Itt a pihi-puhi esetében egy olyan utat építünk, ami a színpad és a nézőtér között vezet, és így összekapcsol bennünket, játszókat és nézőket.